Másodszor is megküzdött a rákkal Hardi Rihárd, a Ferencvárosi jégkorongozója. Betegségét 2015-ben diagnosztizálták, majd miután felépült, visszatért a hokihoz. Tavaly azonban ismét rossz híreket kapott, hosszú és nehéz hónapok után ismét bizakodva tekintett a jövő felé. Hardi Rihárdot köszöntöm a stúdióban. Jó kívánok! Hát nem mondom, hogy könnyű témát adsz nekünk is magadnak, de hát neked a legnehezebb. Öh, hogy vagy most? Így van, hát ö, sajnos megint <laughs> ezért kellett a stúdió, hogy erről nyilatkozzak, ami nyilván nem egy túl ér jó érzés, de, de hála Istennek, most már túl vagyok a nehezén, és úgy érzem, hogy, 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 hogy minden rendben lesz, és augusztusban körülbelül már ott lehetek a csapattal. Mi volt a két kezelés között a különbség? Mi az, amitől, amitől most azt lehet remélni, hogy igen, most már talán végleg lezárhatod? a legnagyobb különbség szerintem az volt, hogy a, ugye ez az ez a őssejtranszplantáció, ugye amit először azt, azt nem kellett vinni, mert meg úgy gondolták, hogy az első kezelése segíteni fog, de, de ugye sajnos az, az nem jött össze, ezért volt szüksége az őssejtranszplantációra, amiután azt mondják az orvosok, hogy körülbelül 80-90 a gyógyulási arány, tehát most már, most már sokkal kevesebb arra az esély, hogy visszajön ez, a, ez az egész. Mennyit kell ilyenkor kontrollra járnod? Ugye egy egész szezont le tudtál húzni a Fradinál a két betegség között, közben is egyfolytában figyeltek téged? Így van, akkor, akkor viszonylag ritkán kellett járnom, akkor csak két havonta, de most mióta kijöttem a, a kórházból, most majdnem minden két hétbe kell mennem egy kontrollvizsgálatra, Pont hétfőn volt egy PCT vizsgálatom, amire még várunk arra az eredményt, de ha negatív lesz, akkor már csak két havonta kell meg ismét Ugye azt mondtad, vagy azt hallottam valahol, hogy június itt szabadul fel már az időt, tehát hogy a transplantációt, vagy ettől, a, ettől az őssejt beültetéstől tulajdonképpen mostantól lesz már szabadabb az élet. Miért? Mit kellett, mire kellett eddig figyelni, és mi jöhet ezután? Így van, pont most 8-án fog lejárni ez a száznapos ciklus. Az első, első 50 napban nagyon-nagyon le kellett figyelni, tehát amikor a haza kerültem, akkor otthon csak egy, otthon is terüljük, környezetet kellett létrehozni, nem nagyon mászkáltam ki az utcára, nagyon a szobámból sem hagyhattam el, akkor az a, a, a étkezésen nagyon oda kellett figyelni, tehát csak hőkezelt dolgokat lehetett enni, akkor én is csak vizet lehetett, ugye még nagyon sok gyógyszert szedtem, de ez a minden, mind sok, uh, az idő elteltével sok dolgot az, orvos felengedett, úgyhogy most már, most már szinte megint szabadon mászkáltok, de azért még 8. után is még oda kell figyelni a dolgokra. És még most mi is elhívtunk ide téged. Így van, hát örömmel <laughs> jöttem. <laughs> <laughs> mennyire vagy bizakodó? Mit érzel magadon? Mit éreztél az első kezelés után, és mit érzel most? Nagyon bizakodó vagyok, már, már el is kezdtem edzeni. Úgyhogy már Ezt kis, megengedik az orvosok? Megenged azt mondták, hogy örülnek, hogyha, hogyha mozgok, és, és, és az úgy is majd magamon érzem, hogy mennyire mennyire bírom és mennyire tudom magamot terhelni, de már, már a kisebb súlyzós edzéseket elkezdtem, elkezdtem el egy teniszre. Úgyhogy úgy érzem magam, hogy, 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 augusztus az ilyen reális lehet, hogy, hogy visszaállhassak a csapathoz, de ott is nyilván még, még, még be kell tartani a fokozatokat, mert, mert, mert azért még, még oda kell figyelni ezekre. Ugye azt mondtad, hogy az augusztusi, augusztusi egyzőtábor volt az, amikor érezted, hogy valami, valami nincs rendben. Előtte nem mutatta ezt semmi, nem volt erre semmilyen jel, hogy, hogy, hogy történhet ott valami? Igen, ebben az a érdekes dolog, hogy augusztus, 5, augusztus elején voltam egy, peci, nem, egy sima kontrollvizsgálaton és az teljesen negatív lett és kétszetben elmentem az edzőtáborba és, és ne, semmi jelen nem volt. Hát otthon ültem, megnéztem a nyakamat és három nagy csomót találtam és utána egybe mentem az orvoshoz és egyből sajnos mondták, hogy ez visszajött, mondták, hogy valószínűleg a nagy terhelés hatására megint fellobbant ez a dolog. És akkor nem félsz ettől, Ugye most a hoki az csak ott van. Ugye azt mondod, hogy már elkezded augusztusban a többiekkel, még ha nem is ugyanolyan intenzitással. De hát akkor ezek szerint ez ott lehet. Ez, ez, ezekre mindig figyelni kell. Így van, azért bennem van egy, egyfajta félelem, de azért még, még azért ezt még le kell zongorázni, még több orvostól ki kell kérni a, a, szakvéleményüket, még azért körbe fogjuk járni, hogy, hogy egyáltalán javasolják-e, hogy, 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 újra folytassam az élsportot, mert azért hallottam olyan, olyan hangokat is, hogy valószínűleg nem kéne ezt erőltetni, mert valószínűleg a sok stressz miatt de, de hogyha van rá lehetőség, mindenképpen szeretném folytatni, aztán, hogy a, nyilván nem fogom kockára tenni az egészségemet a, a, a sport érdekébe, pedig, pedig nagyon fájó dolog lenne, de, de ez, ez majd meg elválik, de most én úgy érzem, meg az orvosra is azt beszéltük, hogy, 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 hogy szerintünk semmi akadály nem lesz ennek. Én úgy gondolom egyébként, hogy ez egy olyan szörnyű dolog, hogy amikor visszajön, akkor az embert azt talán még jobban megrémíti, meg, megijeszti, mint az első. És bizony, amikor rákos betegségekről beszélgetünk, daganatos betegségekről, akkor ugye ez a második visszatérő, ez mindig egy ilyen, egy ilyen nagyon nagy vízválasztó, hogy sikerül vagy nem sikerül. Hogyan fogadtad, és mi volt az, ami neked erőt adott abban, hogy igenis, és menni kell tovább? Volt, amikor először kiderült, akkor, akkor majdnem összeestem a kórházba, tényleg nagyon, nagyon rossz érzés volt. Ez, amikor egy évig játszottam a csapatban, akkor az, ez volt a rémálmom, hogy, 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 hogy visszajöjjön, tehát lehet még sajnos be is vonzottam ezt az egész dolgot de utána megint egy-két nap után én fej fejben rendbe tettem magamat, és megint csak arra tudtam koncentrálni, hogy, hogy, megint ezt le tudom győzni, megint majd feltóképen, és megint vissza fogok tudni térni, akár a saját értem, akár az, akár az sporthoz. Hogy fogadták a szüleid? Azt hiszem, hogy még ez a másik borzasztó, mert talán talán neked még őket is kell egy kicsit támogatni, mert egy anya, egy apa szerintem ilyenkor szintén ugyanössze össze tud törni, mint ahogy te. Így van, de ö, tehát hogy előttem egyáltalán nem törtek össze, mutattak, nagyon erősek voltak és nagyon hálásak vagyok, hálás vagyok nekik, mert egyébként nélkülök egyáltalán nem sikerült volna ezt az egész dolgot véghez vinnem. Tehát nagyon erősek voltak, és előttem sosem mutatták azt az arcukat, mert lehet, hogy mögöttem mondjuk sírtak és, és rossz kedvük volt, de előttem mindig erősek voltak és, mosolyogtak, és, és rajtam is látták, hogy én jól viszem a dolgokat, és ezáltal szerintem erőt adtam nekik. Mennyire tudtak segíteni ebben a, a, csapattársak? Mennyire voltak partnerek? Néha azt hinnénk, hogy megijednek és inkább nem mennek, de azt gondolom, hogy te egy nagyon jó kis közegből jössz, tehát ők is támogattak téged. Így van, végig támogattak az egész csapatot, a tábor is. A, mind végig érdeklődtek, ugye volt egy, voltam hazai mezem, azt minden meccsre vitték, ki volt éve a vendégszektorba, a hazai szektorba, úgyhogy nagyon sok erőt adtak a kórházba, is, többen bejöttek meglátogatni, ugye még nem is jöttek, hogy ebbe a korterembe ugye a Mesterül szoba volt, és csak üvegfelon nézhettek engem, de, de sok erőt adtak, és ugye én is, amikor úgy volt erőm, akkor, akkor jártam ki a meccsekre, és látogattam őket. Tehát akkor akármennyire meg volt kötve, hogy kimehetsz, azért csak elmentél egy-egy meccsre. Hát akkor még nem volt az ősre, előtt, előtt akkor, akkor, mentem, akkor még, akkor, még nem volt megkötve, de akkor azért jártam, amikor, amikor tudtam, és nem volt éppen kemoterápia. Mennyire figyelted a válogatott szereplését? Azért valahol az is ott lehet a, a, gondolataidban, hiszen azért te is közel voltál hozzá. Így ment néztem hogy összes meccset, hogy akkor még, akkor még szobafogságban voltam, de minden meccset néztem, olyan szurkoltam nekik, de hát sajnos egy ilyen szerencsétlen dolgom ment el a továbbjutás. Igen, ez is egy rossz ér, hogy a végig játszottam junior váltott az ifjú tehát azért szívesen lettem volna ott, de hát így alakult az élete, nem tudok ezen már mit tenni. Hogyan alakul majd most a nyarad? Mit kell csinálnod? Mennyire leszel szabad, és mennyire kell ilyenkor? Mert szinte azt hiszem, mindig oda nyúlsz, hogy, hogy mintha, mintha kontrollálnád magad egy folytába. Igen, sajnos most hogy van egy ilyen, is az orvos, hogy sokáig rajtam hogy ez a csomófóbia, ami előjön a betegségek után. Hát nagyon, nem, nem kell semmit változtatnom, tehát a kontrollokra kell járnom, nyilván azért kerülnöm kell az olyan közegeket, ahol, ahol előfordulhat, hogy már bármilyen baktériumot beviszek a szervezetembe, azért próbálok egyre jobban, egyre többet szépen fokozatosan mozogni, edzeni, hogy azért mégis, hogy augusztusban esetleg tudok menni, vagy talán szeptemberben a csapathoz, akkor azért olyan állapotban legyek, hogy, hogy az első edzést ne kelljen hívni a mentőket, vagy oxigén sátorba kelljen mennem. Mi az, amit tiltva van? tiltva, hát mondjuk a nap, napózi, napra nem azt szabad menni, tehát olyan, olyan, helyekre, ami bezárt helyek, és nagyon sok ember van, azokat kerülnöm kell, de így a száz nap után már, már nagyon nincsenek ilyen tiltások. Tehát a kaja... Balaton. Balaton. Fürdés. Hát fürdés. Esetleg, ugye az is, az azt is, az is életben... inkább, azt is inkább, tehát ne nagyon. Mondjuk majd fogok menni két hét múlva a tengerpartra, de azt is azt mondta az orvos, hogy a tengerben nem nagyon mászkálják meg medencékbe, de tehát ilyen tiltások vannak, de azt mondta, tehát ez, ez, sincs teljesen eltétve, de azért oda kell rá figyelni, hogy egész nap a vízbe legyek, ne, ne igyek sokat napon. Milyen ételekre kell figyelned? Mert ilyenkor nagyon sokszor azt mondják, hogy egy speciális étel nagyon sokat tud segíteni, és amikor rontani azt nem tudom, de hogy vannak olyan ételek, amelyek kifejezetten segítenek ilyenkor. Így van, de hát ez is legfőképpen a száz napba tartozott bele, hogy tehát zöldséget, gyümölcsöt nyersen nem lehetett, a húsokat azt is nagyon jól átsütve, tehát ha most a száz nap után is fogok kapni egy külön étrendet szerintem a, az orvosoktól, és majd azt kell majd betartanom, mint ebbe a száz napba. Úgyhogy e, tehát elég nehéz dolga ezeket betartani, például sok édességet sem nagyon lehet enni, akkor például ilyen, e, mit tudom én, de tejtermékeket el kellett hagynom, de azokat is már egyre jobban vissza lehetett építeni az étrendembe. Vannak olyan zöldségek? Minden cékla, amiket úgy nagyon ajánlják. A céklát azt ajánlottak már itt a csak az ezt meg nagyon nem szeretem. Oh. <gül> úgy, <gül> hogy... ez kicsit érdekes, hát ha valami <laughs> jó is van a dologban, igen, de igen. akkor szó, pont De a az zöldségek azok, azokat persze, a az zöldség gyümölcsöket az ajánlanak sokat egyek belőle. Igen. Mi az, ami a legjobban hiányzik? Fú, hát ami nagyon hiányzott így most ez a, ebbe a száz nap, aztán az ilyen tésztaételek, mert nagyon szeretem a pizzát, meg a, meg a tésztákat, azokat hogy egyáltalán nem lehetett enni, ilyen nyers dolgokat, úgyhogy igen, azok. Dicsi, azt kívánom, hogy soha többet ne ezzel foglalkoznod, és hogy tényleg ott lehess abban, amit szeretnél a hokiban. Nagyon szépen, 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 szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm vegyen. szépen.